Jó estét kívánunk ismét, folytatjuk magazin műsorunkat, a mi történetünket, mégpedig, bár Gyurival egy kicsit most már befeszültünk a témára, de stresszmentes percek következnek. Hát komoly kihívás lesz nekünk ez a néhány perc, én úgy gondolom. Kormos Katalin Kitti, a jótevőnk. Így van. Sikeres vizsgát tett, jóga oktatás. Ő most itt velünk szemben, szeretettel köszöntünk a stúdióban. Szia, jó estét kívánunk. És nagy izgalommal. Igen. Következő percekben a jógaoktatás rejtelmei beavat be minket. Igen, ha valaki itt elkapcsol, akkor elrettentjük a jogától, de azért egy kicsit próbáljuk. Érdemes lesz maradni. Érdemes lesz végignézni a beszélgetést. Hát, igen, jó. Na. Mikor vágtál neki a jógaoktatásnak? Hogy kezdődött ez? A jogának, magának annak már több mint 5 éve először, aztán ilyen kisebb-nagyobb kihagyások voltak. A jóga oktatói képzést az 2 évvel ezelőtt kezdtem, még mielőtt itt az online mindenféle begyűrűzött volna, és ahogy a jelenléti oktatás átváltott online oktatásra, én ebből úgy váltam ki, hogy ezt én nem szeretném, és akkor vártam 1 évet, mire már teljesen jelenlétivé vált az egész, és akkor szeptembertől gyakorlatilag egészen mostanáig tartott, és most vizsgáztam le néhány hete. Na, de akkor egy kicsit határozzuk, vagy határoljuk körbe, hogy milyen is egy jó jógaoktató. Lehet-e erről beszélni egyet, hogy ideális jógaoktató? Tehát az olyan vén csókáknak, mint mi vagyunk Gyurival, mint Levi, betévedünk egy ilyen helyre, mert azt mondjuk ki akarjuk próbálni, de nyilván a saját testünknél adódóan tele vagyunk fenntartással, egyfajta bizalmi állapotot feltételez, gondolom, egy jógaoktató. Igen, hát én úgy gondolom, hogy mint minden más oktató esetében itt is nagyon fontos az, hogy az ember olyan oktatót találjon, akivel ő saját személyiségében tud azonosulni. Tehát nyilván lesz olyan, aki a jogának a spirituális vonalát fogja saját magához közelinek érezni, és lesz olyan, mint amilyen egyébként én is voltam, hogy én csak nyújtani akarok, köszönöm szépen, mert szükségem van rá. Lesz olyan, aki gerincfájdalom miatt fog téged megkeresni, lesz olyan, aki egyszerűen csak 5-10 nyugodt percre vágyik az életében, és valószínűleg olyan jógaoktatót fog találni, aki azt adja meg számára, amire neki szüksége volt. Akkor olyan, hogy ideális jógaoktató, olyan nem is létezik, mert hogy az ugye attól függ, hogy én mi az, amit elvárok egy jógaoktatótól, és vajon az a jógaoktató megfelele ennek az elvárásomnak, ugye? Én úgy gondolom, hogy igen. Nyilván vannak olyan alappillérek, amiknek jó, hogyha megfelel az ember, hogy hiteles, hogy tudja, hogy mit csinál, hogy szakmailag, elméletben felkészült, hogy ismeri az európai testet és európai igényeit, az európai ember igényeit, és nem feltétlenül az indiai csavarjuk háromszor a lábunkat a nyakunk köré dolgokat próbálja oktatni. Igen, igen. Hát azzal tisztában kell lenni, hogy egy átlag európai ma 2022-ben hogyha le kell, hogyha jöjjön, az már haladó gyakorlatnak számít, mert nem fogja tudni nyújtva tartani a térdét, vagy egyenesen a hátát, nem fogja elérni a talajt, bármennyire is szeretni, holott ez mondjuk tételezzük fel Indiában a legkezdőbb kezdő gyakorlat, még gyakorlatnak sem feltétlenül tekintik. Na akkor motiválj egy kicsit engem arra, hogy elkezdjek jógázni. Azért nyilván személyesít teszem a kérdést, de általános a kérdés, hogyan lehet motiválni az olyan embereket, mint én, akik csúnya szó kényelmesebbek annál, mint hogy saját magukra rászánják ezt az időt, mert hogy ez ugye alapvetően erről szól, hogy magunkra szánjuk ezt az időt. Igen. Hát az első kérdést, amit én felszoktam tenni, már nem csak jóga oktatóként, hanem előtte edzőként is, hogy fáj-e valahol? Mindenhol, tehát ez azonnal a válaszom. Jó. Hajlandó vagy tenni azért, hogy ez a fájdalom megszűnjön. És ne gyógyszert vegyek be. És ne gyógyszert vegyél be, hanem egy olyan tartós megoldással esetleg tudnál-e szimpatizálni, ami a tested egészségét fogja elősegíteni, vagy visszahozni, a fájdalmat megszüntetni. Szeretnéd-e mondjuk bekötni a cipőfűződet annélkül, hogy mondanád, hogy jaj, hogy szeretnél lehajolni esetleg a cipődig, vagy mondjuk felemelni a kezedet úgy a füled mellé, hogy nyújtva tartod a karodat. Mert ha ezeket szeretnéd, akkor lehet, hogy tudok egy megoldást. Ja, oké. Eljutunk odáig, hogy azt mondom, hogy vágjunk bele. Mik az alapok, amiket meg kell tenni ahhoz, hogy saját magunkat is tudjuk motiválni arra, hogy ez egy, mert hogy ennek másik
fontos pillére a rendszeresség, ugye? Igen. Én úgy gondolom, hogy kell egy elhatározás. Uh-huh. Nem az a fajta elhatározás, hogy jó, akkor hétfőtől diétázok és nem eszek többet kenyeret, hanem az, ami úgy tényleg belül megszületik, amikor uh-huh. tudom, hogy jó, ez most tényleg így lesz. Az első 3 hónap, mint minden szokás kialakításában a legfontosabb. Tehát, hogyha te 3 hónapon keresztül eljársz jogázni, vagy sétálni, vagy futni, teljesen mindegy, akkor az már szokássá tud válni. Az eleje nehéz, és lehet, hogy láncokkal kell magadat oda vonszolni, hogy akkor ez mégiscsak működjön, és aztán egyre-egyre könnyebbé válik. Ugye januárban rengetegen elkezdik a mozgást, hát a jogát, meg az újévi fogadalmak is. Az újévi igen, és akkor van most egy pár ilyen vendégem, aki januárban tett fogadalmat, nyilván a 60-70% kiesett, tehát hogy... Ők már 3 hónaposak lesznek. Ők már 3 hónaposak, és ők már érzik. Uh-huh. Tehát, hogy folyamatosan ezt mondod, jó, oké, akkor már most 1 hónap, már most tényleg könnyebb, most már nekem jó, képzeld el, már most tényleg könnyebb, most és akkor most már szokás. Azt, hogy ez szokássá vált az életükbe, igen. Vagy pedig... A jótékony hatását érzi. Érzi a jótékony hatását. Ez mennyi bejön az, körülbelül, a jótékony, az első alkalommal érzed, persze. Tehát az, hogy bemész a munkahelyedről stresszesen egy órára, és akkor itt tényleg nem feltétlenül a joga, hanem bármilyen órára, és az a 60 perc, az, hogy magadra figyelsz és senki másra, az már az egy csoda. Tehát, hogy az embereknek nagyon nagy része nem tölt 60 percet önmagával. Hát hol? Sehol. Bemész stresszesen, ott vagy egy közösségben, akik egyébként ugyanolyan helyzetben vannak, mint te, hogy szintén belibbennek oda stresszesen, mozogsz, a mozgás által felszabadulnak azok az energiák, azok a feszültségek, amik téged leterhelnek, amik rátelepszenek, érzed a válladon, tehát ez a folyamatosan fáj a nyakam, fáj a vállam, ez pontosan ez, és óra végére valahogy ezek felszabadulnak, ezek letisztulnak, nyilván mindig van egy relaxáció, egy nyújtás a végén, ami meg még inkább ezt a felszabadító érzetet kelti benned, és úgy mész ki, hogy jaj, de jó, inkább maradjunk. Oh, de jó lenne. Hát kíváncsi leszek majd, hogy ez lesz a vége a történetnek. 3 perc alatt ezt nem tudjuk elérni. De 3 perc ízelítőt fogunk adni. Kiknek ajánlod egyébként a jogát? Ugye most beszéltünk általánosságban arról, hogy itt fáj, ott fáj, de úgy kik azoknak, mindenkinek lehet, mert hallottunk már gyerekjogáról is, kortól függetlene a joga? Én úgy gondolom, hogy ez kortól nem től független. Uh-huh. Nyilván vannak olyanok, akiknek még jobban lehet ajánlani, mert egyébként mindenki elkezd. Most nagyon rám nézel. Nézek Gyurira is. Nyilván mindenki elkezdheti. Én úgy gondolom, hogy azoknak, akik ülő munkát végeznek, egész nap görnyed, szűkül, nyúlik, nem jó, nem... annak mindenképpen, hogy egy picit átmozgassa. Kifejezetten jó tud lenni sportolóknak kiegészítésként. Mm. És akkor azt mondom, hogy lejössz nyújtani. És aztán, hogy mellette még mi az, ami történik a lelkében, a szellemében, az egy másik kérdés. Gyerekeknek szintén, ugye ők is egész nap ülnek, de az, hogy egy kicsit a koncentrációjukat meg tudják valahogy találni, hogy legyen fókusz, az megint csak nagyon jó tud lenni. Én anyukáknak nagyon tudom ajánlani, hogy kiszakadjanak egy kicsit a családból, hogy legyen meg az 1 óra, vagy 2, vagy esetleg 3 is hetente. Ugye azt szokták mondani, hogy heti 1 órával, 1 jogával megváltoztatod a tested, 2-3 órával megváltoztatod a lelked, és hogyha minden nap jogázol, akkor megváltozik az életed. És azért ebben van valami, tehát hogy akkor tényleg úgy szebben süt a nap. Hát kíváncsivá tettél minket. Igen. Vágjunk bele? Hát természetesen mindjárt mi is Gyurival kínpadra megyünk. Kedves nézőink, még ne menjenek utána se sehova, mert elvileg lesz egy beszélgetés, hogy Gyurival ezt túléljük, de abszolút pozitívan állunk ehhez a dologhoz, és megpróbálunk most egy-két jóga gyakorlatot bemutatni önöknek, kizárólag kezdők részére. Kitti, köszönjük, hogy beszélgettél köszönjük velük, szépen. És köszönjük azt, hogy segítesz itt nekünk prezentálni. Nagyon szívesen, jó lesz.
Tehát egy nagyon egyszerű napüdvözlet feladatsort fogunk végigcsinálni. Egyenesen megállsz a szőnyeg szélén, sarkadat előső talpárnákat tolod le, medencét billented neutrális helyzetbe. Nyújtózol lefelé mindkét karoddal, fejtetővel felfelé. Belégzéssel nyújtod a kart magas tartásba. Kilégzéssel előre hajolsz, érinted a talajt, hajlíthatod a térdet. Belégzéssel nyújtod a gerincet. Kilégzéssel hátralépsz, térd mellkas áll lent. Belégzéssel nyújtod a kart. Kilégzéssel feltolod a medencét. Belégzéssel előre lépsz, nyújtod a gerinced. Kilégzéssel ráhajolsz a lábadra. Belégzéssel nyújtózol lefelé. Kilégzéssel lehozod a kezed. Na még egyszer. Belégzéssel nyújtózol. Kilégzéssel hajolsz utána eszene. Belégzéssel emeled a tekinteted. Kilégzéssel 8 pontos tartásba lejössz. Belégzéssel kobra. Kilégzéssel lefelé néző kutya. Nyújtod a sarkat hátra. Belégzéssel előre lépsz, nyújtod a gerinced. Kilégzéssel ráhajolsz a térdedre. Belégzéssel nyújtózol felfelé. Kilégzéssel le. Még egy utolsót. Felkészültetek? Ja. Nos. Belégzés. Kilégzés. Belégzés. Kilégzéssel hátralépsz lent a tér. Belégzéssel nyújt a kar. Kilégzéssel lefelé néző kutya. Belégzéssel előre lépsz, nyújt a gerinc. Kilégzéssel ráhajolsz a térdedre. Belégzéssel nyújtózol. Kilégzéssel ima tartás. Szép volt, köszönöm szépen, namaszté! Kutyás percek következnek, de következő vendégünk nem Társi Dia, mert egy egészen másfajta kutyusos témával készültünk önöknek. A Magyar Kutyafajták Agility kupájára, klubkiállításokra, lovas bemutatókra és kutya szépségversenyre is várják az érdeklődőket. 15-e és 18-a között Szilvásváradra, hiszen ekkor rendeznek egy nemzetközi kutyakiállítást. A 4 nap alatt közel 5000 kutyát mutatnak be a Lipicai Lovas Központba. Erről beszélgetünk a folytatásban Koros Gáborral. Jó estét kívánok, köszönjük, hogy eljött hozzánk ismét. Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket. Nos, rendezvénysorozatról beszéljünk, azt vezessük föl. Mióta tart, mi az előzménye, hogy itt Szilvásváradon ilyen nagy nemzetközi kutyakiállítás rendeződik évről évre? Az EGRI most már jogutódként a Heves megyei Kinológiai Egyesület, annak idején 2001-ben volt ez az ötlet, amikor az EGRI kempingből kiszorultunk, hogy valahol a környéken egy akkora területet és kiállítás területet találjunk, és innen jött Szilvásvárad ötlete, ráadásul pluszban azzal, hogy valahogy a két állattartó közönséget közelítsük egymáshoz, aha, mert akinek lova van, annak általában van kutyája is. Nem minden kutyásnak van lova, de igen, szereti a lovakat. Így van. És egy picit azért a Heves megye és a térségnek a büszkeségét, a lipicai lovat, ami a világon egyedülálló, azt is szerettük volna népszerűsíteni, úgyhogy innen jött az ötlet. 2001-ben hagyományt teremtettünk ezzel, rettenetes nagy nemzetközi érdeklődés követte a rendezvényt, és innentől fogva két évente ezt rendszeresen megrendezzük. Még a tavaly két évvel ezelőtti pandémiás időszakban is, ugye a hagyomány szerint ez húsvét hétvégére, egy hosszú hétvégére tettük, ahol Európa számos kutyása ugye tud utazni, és van idő arra, hogy megjárja ezt a nem kis távolságot, mondjuk, hogyha Finnországból érkeznek, és a csodálatos Bükki tavaszt lássák. Ugye maga ez ilyen azért tudatos szervezés volt, és gyakorlatilag azóta ez folyamatosan,
egyetlen egy csúszás volt 2 évvel ezelőtt, a pandémia véget, augusztus 20-ára tudtuk tenni, de akkor se hagytuk ki, és az egyesületünk megrendezte ezt a kutyás rendezvényt, sorozatot. Kezdetekhez képest mennyiben változott a program, annak a szervezése? Kerültek-e bele új elemek, volt-e, amit esetleg elhagytak belőle? Igen, akkor még ez egy darab nemzetközi kutyakiállítás volt, most már ugye a praktikusság szempontjából ez 4 nemzetközi verseny egymást követő napon, és minden évben valami plusszal kiegészült. Kísérő rendezvények, számos kísérő rendezvény kíséri most már a szilvásváradi cacép kutyakiállítást. Egy kicsit arra is kíváncsi lennék, hogy milyen visszajelzéseket kapnak. Nyilván pozitívak valószínűleg ezek a visszajelzések, hiszen folyamatosan meg van rendezve a verseny, tehát érdeklődés van rá. Igen, a visszajelzések. Ugye azért mi nekünk a kutyás, a kinológia maga egy szakma, maga egy embercsoport, aki nem kevés ember foglalkozik ezzel a világban, akár főállásban, akár hobbi szinten, és tradicionális kutyakiállítások vannak Európában, meg a világban. Itt Európában az egyik legnagyobb példa a Birminghamben, de így a sorrendet felállítva a német Dortmundi Bundesliga, a párizsi Longchamp kiállítás, az Amsterdam Winter Hollandiában, és most már a szakma x év alatt sikerült azt elérnünk, hogy minket elközé a 6-os fogat közé sorolnak. Hát a rangosabb rendezvények közé. Ugyan ez a nagy 150 éve megrendezett tradicionális kutyakiállítások mellett beszállt a kelet-európai tömbből szilvásváradi cacip kiállítás a lépicai ló jegyében, és egész Európában a kutyával együtt a lipicai kifejezést is használják. Nagyon szép eredmény azért, rövid idő alatt. A szakemberek egyébként mi alapján bírálják a kutyákat? Milyen szempontok vannak? Ez egy nemzetközi rendszer, a nemzetközi szervezetünk az FCI. Jelenleg közel 400 kutyafajtát regisztrál. Ezekben ősi kutyafajták is, és a mai napig is ugye újonnan kitenyésztett fajtatiszta kutyák is szerepelnek. Ebből a közel 400 standardizált kutyafajtából több mint 300 fajta megtekinthető a szilvási kiállításon. Többek között a 9 ősi magyar kutyafajta. Ezt direkt kihangsúlyoztam. Ugye világról beszélünk, 400 kutyáról beszélünk, és ez a területileg, ez a picike ország 9 fajtának a standardjét adja, ami ráadásul ősi kutyafajták, alapkutyafajták, úgyhogy a magyar nemzet egy nagy, amellett, hogy nagy állattenyésztő, nagy kutyás és nagy kinológus őseink voltak. Egy standard alapján bíráljuk minden kutyafajtának az orra hegyétől, a farka végéig, minden egyes anatómiai pontjáról egy standard leírás van, és hogyha Mexikóban van ez a kutyakiáltás, vagy Szilvásváradon, a szakbírók ugyanaz a standard alapján bírálják a kutyának a küllemét. Ami alapvetően egy funkcionális standard és egy egészségre visszavezethető standard. Valahol a bírálat alapján a szépség mellett egy funkcionális egészséget keresünk a kutyánál. Amstaff Major 2022 show-val is készülnek, idén, ha jól tudjuk. Így van. Ez mit jelent és miért fontos ez? Ez a rendezvény, ez már harmadszor nyerjük el ennek a rendezés jogát. Gyakorlatilag ezzel a rendezvénnyel most már nem csak egy nemzetközi, idézőjelben csak nemzetközi kutyakiállítás Szilvásvárad, hanem egy világkiállítás is. Ez az amerikai Staffordshire Terrier fajtának az éves világkiállítása. Itt is a helyszín népszerűsége, a környezet, a szervezés, a fogadtatása a vendégeknek. A világszervezet, az amerikai Staffordshire Tenyésztő Világszervezet harmadszor adja ide a jogot nekünk, hogy megrendezhetjük ezt a világtalálkozót. Akkor ez egy nagy megtiszteltetés. Ez egy nagy megtiszteltetés, egészen amerikai szakbírókkal, ugye ez egy amerikai fajta, egy nagyon vitatott fajta volt annak idején, azért is hoztuk mi legelőször ide 6 évvel ezelőtt,
ezt a rendezvényt, ugye Magyarországon is, és egész Európában is ugye pitbullozták ezeket a kutyákat, aminek van valóság alapja, mert ez az amerikai Staffordshire Terrier az úgymond nagyon régi harci kutyákból, a pitbullból lett kitenyésztve, de ezeknek a kutyáknak már ahhoz a mentalitáshoz, ahhoz a egészséghez, ahhoz a küllemhez már semmi köze nincsen. Ezek gyönyörű, nagyon jó idegrendszerű társállatok és sportállatok az ember mellett, és ugye egy kis tévhitet is akartunk eloszlatni ezáltal, és ez úgy bejött, hogy most harmadszor nyertük el ennek a lehetőségét, hogy a világ amerikai Staffordshire tenyésztői Szilvásváradon találkoznak idén. De jó. Ezen kívül más tenyésztők is megjelennek ezen a kiállításon? Találkozhatnak vele a nagy közönség tenyésztőkkel is? Természetesen, hát ugye a maga nemzetközi kiállításon, ahogy említettem, mind a közel 300 kutyafajtának a bemutatása és a versengése zajlik, és általában ugye ezeken a kiállításokon a hobbis társállattartók mellett ugye a tenyésztők hozzák el a kutyáikat, és találkozási platform meg. Is lehet nekik. Ez így van, ez egy találkozási pont is ilyen szempontból. Nagyon sok hosszú beszélgetések zajlanak, tenyészállatok, egymás tenyészállatait vizsgáljuk, megnézzük, idézőjelben üzlet is, csere is zajlik valamilyen szinten. Itt választjuk ki, hogy én attól a kantól szeretnék esetleg majd kölyköt, vagy attól a tenyészszukától szeretnék vérfrissíteni a tenyészetemben. Ez egy nagy nemzet, általában nemzetközi kiállítások, egy nagy nemzetközi tenyésztői találkozó is egyben. Agility kupa. Na erről mit kell tudni? Mi is az, hogy agility? Azt mondja, hogy ott kezdem, hogy ugye itt amellett, hogy tacskót tartok a kezemben, ugye egy elhivatott magyar fajta párti vagyok, voltam már én itt azt hiszem komondorral is ebben a stúdióban, és most is már beleszőttem az előző gondolataimban a kilenc magyar fajtát. Agility kupa, ez egy speciális agility kupa, csak kimondottan magyar kutyafajták részére. Ezt egy 6 évvel ezelőtt hoztuk létre a MEOE Szövetség és a minisztérium kezdeményezésére egy génmegőrzési program keretén belül. Maga az agility az egy nagyon-nagyon világszerte népszerű kutyás sport. Ahhoz lehet hasonlítani, aki így a kifejezést nem ismeri, mint a lovas sportban az akadályugró versenyek. Itt a gazda és a kutya egy nemzetközi szabvány alapján összeállított akadálypályán, ugróakadályok, kúszóakadályok, szalompályákon kell időre szerepelnie. Ez egy 30 éves, közel 30 éves sport, ezt szintén amellett, hogy világsport, magyarok találták ki, magyar kutyafajtákra annak idején, így terjedt el a világban. Mint állat és ember kapcsolat egy nagyon-nagyon érdekes és nagyon-nagyon magas szintű dolog, nem bántva lovasokat, hanem kiemelve ugye azt a tradicionális, gyönyörű sportot, amit a lovakkal csinálnak. Ugye ott az ember rajta ül a ló hátán, és úgy irányítja a lovat. Itt viszont a kutya teljesen szabadon, nincsen kontaktus a gazda és a testi kontaktus a gazda és a kutya között, csak a gazda kérésére, utasítására hajtja végre a különböző feladatokat. Ez egy nagyszerű ember és állat kapcsolat ez a sport, nagyon látványos, és itt Szilvásváradon kimondottan csak magyar kutyafajtákkal fogunk versenyezni. Hát Gábor, nagyon szépen köszönjük, hogy kicsit beharangozhattuk ezt az eseményt, hírt adhattunk róla. Kedves nézőink, azt hiszem, hogy nagyon izgalmas hétvége elé néz az, aki kilátogat április 15 és 18-a között Szilvásváradra a nemzetközi kutya kiállításra. Gábor, nagyon szépen köszönjük, hogy... Köszönöm, hogy itt lehettem. Este. Köszönjük. Mai műsorunk ezzel véget ért, köszönjük, hogy velünk tartottak, holnap ismét várjuk Önöket friss témákkal. Így van, például megtudhatjuk, hogy hogyan készítsünk húsvéti díszeket. Mindent megtudhatnak a közösségi kertekről, illetve hogy Egerben hol elérhető ez a lehetőség. Foglalkozni fogunk a Könyvtárosok világnapjával is. Bepillanthatnak a Főegyház megyei könyvtár gyűjteményébe. Illetve egy kerékpáros felvonulásra is felhívjuk majd figyelmüket. Ne feledjék, a mi történetünk csak Önökkel lehet teljes.
Kérjük, írják meg nekünk véleményüket, észrevételeiket. Címünk tvegerkukac.tvegerhu, vagy látogassanak el honlapunkra, a közösségi oldalunkra is. Legyen nagyon szép estéjük, találkozzunk holnap is. Viszontlátásra! Együttműködő partnerünk a Balla Bútor. A dekorációért köszönet a Florens virágüzletnek.
Jó estét kívánunk ismét, folytatjuk magazin műsorunkat, a mi történetünket, mégpedig, bár Gyurival egy kicsit most már befeszültünk a témára, de stresszmentes percek következnek. Hát komoly kihívás lesz nekünk ez a néhány perc, én úgy gondolom. Kormos Katalin Kitti, a jótevőnk. Így van. Sikeres vizsgát tett, jóga oktatás. Ő most itt velünk szemben, szeretettel köszöntünk a stúdióban. Szia, jó estét kívánunk. És nagy izgalommal. Igen. Következő percekben a jógaoktatás rejtelmei beavat be minket. Igen, ha valaki itt elkapcsol, akkor elrettentjük a jogától, de azért egy kicsit próbáljuk. Érdemes lesz majd. Érdemes lesz végignézni a beszélgetést. Hát, igen, jó. Na. Mikor vágtál neki a jógaoktatásnak? Hogy kezdődött ez? A jogának magának annak már több mint 5 éve. Először, aztán ilyen kisebb-nagyobb kihagyások voltak. A jóga oktatói képzést az 2 évvel ezelőtt kezdtem, még mielőtt itt az online mindenféle begyűrűzött volna, és ahogy a jelenléti oktatás átváltott online oktatásra, én ebből úgy váltam ki, hogy ezt én nem szeretném, és akkor vártam 1 évet, mire már teljesen jelenlétivé vált az egész, és akkor szeptembertől gyakorlatilag egészen mostanáig tartott, és most vizsgáztam le néhány hete. Na, de akkor egy kicsit határoljuk körbe, hogy milyen is egy jó jógaoktató. Lehet-e erről beszélni egyáltalán, hogy ideális jógaoktató? Tehát az olyan vén csókáknak, mint mi vagyunk Gyurival, mint Levi. Betévedünk egy ilyen helyre, mert azt mondjuk ki akarjuk próbálni, de nyilván a saját testünknél adódóan tele vagyunk fenntartással, egyfajta bizalmi állapotot feltételez, gondolom, egy jógaoktató. Igen, hát én úgy gondolom, hogy mint minden más oktató esetében itt is nagyon fontos az, hogy az ember olyan oktatót találjon, akivel ő saját személyiségében tud azonosulni. Tehát nyilván lesz olyan, aki a jogának a spirituális vonalát fogja saját magához közelinek érezni, és lesz olyan, mint amilyen egyébként én is voltam, hogy én csak nyújtani akarok, köszönöm szépen, mert szükségem van rá. Lesz olyan, aki gerincfájdalom miatt fog téged megkeresni, lesz olyan, aki egyszerűen csak 5-10 nyugodt percre vágyik az életében, és valószínűleg olyan jógaoktatót fog találni, aki azt adja meg számára, amire neki szüksége volt. Akkor olyan, hogy ideális jógaoktató, olyan nem is létezik, mert hogy az ugye attól függ, hogy én mi az, amit elvárok egy jógaoktatótól, és vajon az a jógaoktató megfelele ennek az elvárásomnak, ugye? Én úgy gondolom, hogy igen. Nyilván vannak olyan alappillérek, amiknek jó, hogyha megfelel az ember, hogy hiteles, hogy tudja, hogy mit csinál, hogy szakmailag, elméletben felkészült, hogy ismeri az európai testet és európai igényeit, az európai ember igényeit, és nem feltétlenül az indiai csavarjuk háromszor a lábunkat, a nyakunk köré dolgokat próbálja oktatni. Igen, igen. Hát azzal tisztában kell lenni, hogy egy átlag európai ma 2022-ben hogyha le kell, hogyha jöjjön, az már haladó gyakorlatnak számít, mert nem fogja tudni nyújtva tartani a térdét, vagy egyenesen a hátát, nem fogja elérni a talajt, bármennyire is szeretni, holott ez mondjuk tételezzük fel Indiában a legkezdőbb kezdő gyakorlat, még gyakorlatnak sem feltétlenül tekintik. Na akkor motiválj egy kicsit engem arra, hogy elkezdjek jógázni. Azért nyilván személyesít teszem a kérdést, de általános a kérdés, hogyan lehet motiválni az olyan embereket, mint én, akik csúnya szó kényelmesebbek annál, mint hogy saját magukra rászánják ezt az időt, mert hogy ez ugye alapvetően erről szól, hogy magunkra szánjuk ezt az időt. Igen. Hát az első kérdést, amit én felszoktam tenni, már nem csak jóga oktatóként, hanem előtte edzőként is, hogy fáj-e valahol? Mindenhol, tehát ez azonnal a válaszom. Jó. Hajlandó vagy tenni azért, hogy ez a fájdalom megszűnjön. És ne gyógyszert vegyek be. És ne gyógyszert vegyél be, hanem egy olyan tartós megoldással esetleg tudnál-e szimpatizálni, ami a tested egészségét fogja elősegíteni, vagy visszahozni, a fájdalmat megszüntetni. Szeretnéd-e mondjuk bekötni a cipőfűződet annélkül, hogy mondanád, hogy jaj, hogy szeretnél lehajolni esetleg a cipődig, vagy mondjuk felemelni a kezedet úgy a füled mellé, hogy nyújtva tartod a karodat. Mert ha ezeket szeretnéd, akkor lehet, hogy tudok egy megoldást. Ja, oké. Eljutunk odáig, hogy azt mondom, hogy vágjunk bele. Mik az alapok, amiket meg kell tenni ahhoz, hogy saját magunkat is tudjuk motiválni arra, hogy ez egy, mert hogy ennek másik
fontos pillér a rendszeresség, ugye? Igen. Én úgy gondolom, hogy kell egy elhatározás. Nem az a fajta elhatározás, hogy jó, akkor hétfőtől diétázok és nem eszek többet kenyeret, hanem az, ami úgy tényleg belül megszületik, amikor tudom, hogy jó, ez most tényleg így lesz. Az első 3 hónap, mint minden szokás kialakításában a legfontosabb. Tehát, hogyha te 3 hónapon keresztül eljársz jogázni, vagy sétálni, vagy futni, teljesen mindegy, akkor az már szokássá tud válni. Az eleje nehéz, és lehet, hogy láncokkal kell magadat oda vonszolni, hogy akkor ez mégiscsak működjön, és aztán egyre-egyre könnyebbé válik. Ugye januárban rengetegen elkezdik a mozgást, hát a jogát, meg az újévi fogadalmak, és az újévi igen, és akkor van most egy pár ilyen vendégem, aki januárban tett fogadalmat, nyilván a 60-70% kiesett, tehát, hogy... Ők már 3 hónaposak lesznek. Ők már 3 hónaposak, és ők már érzik. Uh-huh. Tehát, hogy folyamatosan ezt mondod, jó, oké, akkor már most 1 hónap, már most tényleg könnyebb, most már nekem jó, képzeld el, már most tényleg könnyebb, most és akkor most már szokás. Azt, hogy ez szokássá vált az életükbe, igen. Vagy pedig a jótékony hatását érzi? Érzi a jótékony hatását. Ez mennyi bejön az, körülbelül, a jótékony, az első alkalommal érzed, persze. Tehát az, hogy bemész a munkahelyedről stresszesen egy órára, és akkor itt tényleg nem feltétlenül a joga, hanem bármilyen órára, és az a 60 perc, az, hogy magadra figyelsz és senki másra, az már az egy csoda. Tehát, hogy az embereknek nagyon nagy része nem tölt 60 percet önmagával. Hát hol? Sehol. Bemész stresszesen, ott vagy egy közösségben, akik egyébként ugyanolyan helyzetben vannak, mint te, hogy szintén belibbennek oda stresszesen, mozogsz, a mozgás által felszabadulnak azok az energiák, azok a feszültségek, amik téged leterhelnek, amik rátelepszenek, érzed a válladon, tehát ez a folyamatosan fáj a nyakam, fáj a vállam, ez pontosan ez, és óra végére valahogy ezek felszabadulnak, ezek letisztulnak, nyilván mindig van egy relaxáció, egy nyújtás a végén, ami meg még inkább ezt a felszabadító érzetet kelti benned, és úgy mész ki, hogy jaj, de jó, inkább maradjunk. Oh, de jó lenne. Hát kíváncsi leszek majd, hogy ez lesz a vége a történetnek. 3 perc alatt ezt nem tudjuk elérni. De 3 perc ízelítőt fogunk adni. Kiknek ajánlod egyébként a jogát? Ugye most beszéltünk általánosságban arról, hogy itt fáj, ott fáj, de úgy kik azoknak, mindenkinek lehet, mert hallottunk már gyerekjogáról is, kortól független a joga? Én úgy gondolom, hogy ez kortól nem től független. Uh-huh. Nyilván vannak olyanok, akiknek még jobban lehet ajánlani, mert egyébként mindenki elkezd. Most nagyon rám nézel. Nézek Gyurira is. Nyilván mindenki elkezdheti. Én úgy gondolom, hogy azoknak, akik ülő munkát végeznek, egész nap görnyed, szűkül, nyúlik, nem jó, nem... annak mindenképpen, hogy egy picit átmozgassa. Kifejezetten jó tud lenni sportolóknak kiegészítésként. Mm. És akkor azt mondom, hogy lejössz nyújtani. És aztán, hogy mellette még mi az, ami történik a lelkében, a szellemében, az egy másik kérdés. Gyerekeknek szintén, ugye ők is egész nap ülnek, de az, hogy egy kicsit a koncentrációjukat meg tudják valahogy találni, hogy legyen fókusz, az megint csak nagyon jó tud lenni. Én anyukáknak nagyon tudom ajánlani, hogy kiszakadjanak egy kicsit a családból, hogy legyen meg az 1 óra, vagy 2, vagy esetleg 3 is hetente. Ugye azt szokták mondani, hogy heti 1 órával, 1 jogával megváltoztatod a tested, 2-3 órával megváltoztatod a lelked, és hogyha minden nap jogázol, akkor megváltozik az életed. És azért ebben van valami, tehát hogy akkor tényleg úgy szebben süt a nap. Hát kíváncsivá tettél minket. Igen. Vágjunk bele? Hát természetesen mindjárt mi is Gyurival kínpadra megyünk. Kedves nézőink, még ne menjenek utána se sehova, mert elvileg lesz egy beszélgetés, hogy Gyurival ezt túléljük, de abszolút pozitívan állunk ehhez a dologhoz, és megpróbálunk most egy-két joga gyakorlatot bemutatni önöknek, kizárólag kezdők részére. Kitti, köszönjük, hogy beszélgettél velük, és köszönjük azt, hogy segítesz itt nekünk prezentálni. Nagyon szívesen, jó lesz!
Tehát egy nagyon egyszerű napüdvözlet feladatsort fogunk végigcsinálni. Egyenesen megállsz a szőnyeg szélén, sarkadat előső talpárnákat tolod le, medencét billented neutrális helyzetbe. Nyújtózol lefelé mindkét karoddal, fejtetővel felfelé. Belégzéssel nyújtod a kart magas tartásba. Kilégzéssel előre hajolsz, érinted a talajt, hajlíthatod a térdet. Belégzéssel nyújtod a gerincet. Kilégzéssel hátralépsz, térd mellkas áll lent. Belégzéssel nyújtod a kart. Kilégzéssel feltolod a medencét. Belégzéssel előre lépsz, nyújtod a gerinced. Kilégzéssel ráhajolsz a lábadra. Belégzéssel nyújtózol lefelé. Kilégzéssel lehozod a kezed. Na még egyszer. Belégzéssel nyújtózol. Kilégzéssel hajolsz utána eszene. Belégzéssel emeled a tekinteted. Kilégzéssel 8 pontos tartásba lejössz. Belégzéssel kobra. Kilégzéssel lefelé néző kutya. Nyújtod a sarkat hátra. Belégzéssel előre lépsz, nyújtod a gerinced. Kilégzéssel ráhajolsz a térdedre. Belégzéssel nyújtózol felfelé. Kilégzéssel le. Még egy utolsót. Felkészültetek? Ja. Nos. Belégzés. Kilégzés. Belégzés. Kilégzéssel hátralépsz lent a tér. Belégzéssel nyújt a kar. Kilégzéssel lefelé néző kutya. Belégzéssel előre lépsz, nyújt a gerinc. Kilégzéssel ráhajolsz a térdedre. Belégzéssel nyújtózol. Kilégzéssel imatartás. Szép volt, köszönöm szépen, namaszté!